Estét kívánok, sok szeretettel köszöntöm mai kulturális magazinunk kedves nézőit. A nyár a kultúra szempontjából szerencsére nem uborka szezon, úgyhogy számos korábban zajlott programról tudunk beszámolni, illetve figyelmükbe is tudunk ajánlani olyanokat, amelyek még előttünk állnak. El is sorolom, hogy mi mindenről lesz szó a mai alkalommal. Az elmúlt hétvégén láthatta a közönség az izomi játékok keretében azt az opera előadást, amelyen mi is ott jártunk, és amelyről képet, és természetesen hangot is tudunk önöknek mutatni. Aztán egy hónap van már csak hátra a Szavária Történelmi Karnevál kezdetéig, a mai alkalommal már néhány részletet is megtudhatnak a programból. Ugyancsak a múlt héten nyílt meg a porcelánbaba kiállítás a Kámoni Arborétumban, kollégáink erről is készítettek felvételeket. Beszélgetni fogunk egy nagyon érdekes helytörténeti adalékról, amely egy legendás színészóriás Jávor Pál személyével függ össze, és természetesen az ő szombathelyi kötődéseiről. Illetve bemutatjuk majd önöknek, hogy mi mindenről esett szó az elmúlt héten a Szavária Urbanisztikai Nyári Egyetem programjaiban, és külön említést teszünk majd néhány felvétel erejéig a legendás építészről, Zalotai Eleméről is. Ez tehát a mai kínálatunk, remélem, hogy velünk tartanak. Az eredetinél valamivel frappánsabb és pikánsabb szöveggel állította színpadra Mozart operáját, a Szöktetés a szerályból című művet Hábetler András rendező. Ebből az előadásból láthatnak most a következőkben néhány részletet. Az izomi játékok hagyománya a 60-as évekig nyúlik vissza. Az ókori íziszentély újjáépítése után 2011-ben indult újra a nyári szabadtéri előadássorozat, amely idén is operával kezdődött. A Szöktetés a szerályból Mozart egyik legnépszerűbb vígoperája, tele van ismert áriákkal és dalokkal. A túlságosan egyszerű történettel és a librettóval azonban maga Mozart sem volt elégedett, és a rendező is úgy gondolta, megváltoztatja kicsit a szöveget és a történetet. Mi arra törekedtünk, hogy egy kicsit nem lehet Mozartot megközelíteni, de hogy egy picit emeljünk a prózai szövegeken és a dramaturgián is, és hogy a nézőnek azt mutassuk, hogy itt a zene milyen csodálatos, úgyhogy nálunk a Selim Basa az egy műkedvelő zeneszerző, aki egy operát szeretne bemutatni. És az egész kapcsolatrendszer az a zenén keresztül van a szereplők között. Így lett a történetből opera az operában. A pasa, akit maga a rendező formált meg a színpadon, különböző zenei próbák elé állítja a szereplőket, és eközben szinte észrevétlenül megszületik az előadás. Ezek a próbák nem csak a történet szerint, de a valóságban is komoly feladat elé állították az énekeseket. Ozmin, a pasa háremének felügyelője, a darabban énekes párbajt vív a pasa fogjaival. A török méltóságot alakító Rácz Istvánnak több mint 2 oktávot kell áténekelnie. Az opera ismerők és kedvelő közönség ismeri nyilvánvaló ezeket a
talán már slágernek is mondható áriákat és dalocskákat, amelyek ebben a darabban vannak, konkrétan abban a szerepben, amit én énekelek, az Ozmin szerepében is. Az újraírt történet szerint a Szerályban rabságban tartott Konstanca maga is énekesnő. Ez a szerep az egyik kedvenc szerepem, a nagy koloratúr szerepek közül. Sok Mozartot énekeltem már eddig, a másik ilyen nagy kihívást jelentő szerep az Éjkirálynő áriája, vagy az Éjkirálynő szerepe a Mozart varázsfuvolájából. Nagyon-nagyon nagy kihívás, ez kicsit másabb, ezt jobban fel lehet építeni, úgy gondolom, lelkileg is és énekesileg is ezt a szerepet, mint az Éjkirálynőt. Konstancát szerelme megpróbálja kiszabadítani szolgája segítségével, akit a muzulmán környezetben vicces zsidó fiúnak képzelt el a rendező. Pedrillo alakítása igazi felüdülést jelentett a művésznek a hőstenor szerepek után. Sába királynőjében nem tudok ilyen figurát hozni, és nem a pajeszról vagy a sapkáról beszélek, hanem maga, ahogy Mozart ezt megálmodta, ezt a figurát, az már önmagában egy nagyon vicces, amit zenébe is beleszőtt ebbe az egész. A szöktetés ugyan nem sikerül, de a pasa végül lemond Konstancáról. A happy end mellett katarzist ígért a rendező, aki szerint az eredetinél pikánsabb és frissebb szövegnek, a napjainkra is finom utalásokat tartalmazó történetnek, és természetesen Mozart varázslatos muzsikájának köszönhetően az is megszerette az operát, aki ezen az ízeumi előadáson találkozott először ezzel a műfajjal. Az igazsághoz hozzátartozik, hogy mi ezeket a riportokat, amelyeket az imént láthattak, még az előadás próbáján forgattuk, és időközben változás történt, legalábbis részben változás történt a szereposztásban, hiszen Dőrinc Judit betegsége miatt eljátszotta ugyan Konstanca szerepét, de a hangját Székely Ildikó operaénekesnő kölcsönözte neki az előadásban. Most pedig folytatjuk egy másik rendezvénnyel. Az izomi játékok rendezvény sorozata ugyan még tart Szombathelyen, de már készülünk az egy hónap múlva kezdődő Szavária történelmi karnevára is, amely hasonló helyszínekkel, de még több és még változatosabb programmal várja az idén is az érdeklődőket itt Szombathelyen. Nem tudunk most részletekbe bocsátkozni, igazából csak az egyik helyszínt emeljük ki a mai alkalommal, a Művészetek utcáját, amely nem a kezdetektől, de nagyon az elejétől része már a programnak, illetve a karnevári helyszíneknek, és ebben Varga Ibolyának nagy szerepe van, akit nagy szeretettel köszöntök, és akit elkísért Fűszó Balázs irodalomtörténész. De akkor kezdjük, Ibolya, veled, mióta rendeztek programokat, mióta várjátok itt a Művészetek utcájában, a Kossuth Lajos utcában a művészeket? 2007-től, most idén 30 pavilonnal, évről évre egyre több pavilonnal jöttünk a művészek bemutatkozásával. Nagyon izgalmas és érdekes ez a nyitott galéria, mert bepillantást nyerhetünk itt az apró olyan dolgokba, amit csak a műhely titkokkal lehet látni. És mert hogy igen, előfordul, hogy alkotások ott az utcán igen, születnek. Igen. Lesz mini tűzománc műje, ahol a látogatók készíthetik el saját ékszereiket például, vagy kis fali képeiket. Nagyon sok festőművész, kerámikus, ötvös művész, és nagyon sok ékszer
tervező, illetve ékszerkészítő, a selyem ékszerektől a nemzeti ősi ékszerekig szinte minden megtalálható. Olyanok például, mint Szombathelyen élő művészek, vagy a megyében élő ipar- és képzőművészek munkáival. Mi a tapasztalat? Szívesen jönnek-e? Igen, azt hiszem szívesen, hiszen ez évek óta egy érdekes, izgalmas utca, a Művészetek utcája. Egy kicsit csendesebb, mint a többi helyszín, de kell is, hogy itt egy picit megálljunk, és kicsit körülnézzünk, hallgassunk egy kis zenét, irodalmat, és nézzük a művészek mindennapi munkáit. Ha már az irodalmat említetted, akkor most váltsunk egy kicsit erre a területre, hiszen a társművészetek közül több is megjelenik, de az egyik az irodalom lesz éppen. A tavalyi esztendőben már találkozhattak néhány ilyen programmal az érdeklődők. Mi várható az idén? Nagyon örültem tavaly, amikor Ibolya és Gella Ildikó megkeresett, hogy a Művészetek utcában az irodalom is megmutathatja magát. Nekem az a törekvésem, hogy a diákjaim mutatkozzanak be mindenképpen, vagy mutatkozhassanak be, hiszen nagyon fontos az, hogy a fiatalok hogy látják a világot, akár saját műveiken keresztül. Úgyhogy 3 blokkot adunk idén délután, pénteken délután. Először Luthor Katalin, Doma Bence és Rozmán Kristóf fognak Egy nap élet címmel egy kortárs irodalmi összeállítást elmondani, illetve eldalolni gitárral, köztük saját szerzeményekkel. Utána egy Slam Poetry összeállítás következik, a 12 legszebb magyar vers programhoz kapcsolódó 12 Slam Poetry változatot adják elő diákjaim és volt diákjaim, a Savaria Slam Poetry tagjai. Majd, tehát sikerült a régieket is visszatállítani? Igen, igen, már vannak, akik 2-3 éve végeztek, de ez a műsor már megy 4 éve. Legutóbb Lendván voltunk áprilisban, ott így ünnepelték a költészet napját, hogy meghívtak bennünket, és ott egy másfél órás előadást tartottunk. Fantasztikus élmény volt mindannyiunknak. Úgyhogy ez is pont jó benne, hogy a legfiatalabbak most végeznek, de már vannak, akik 3-4 éve tanítanak, aktívan a pályán vannak, vagy ha nem is a pedagógus pályán, de dolgoznak, és még mindig életük középpontjában ott van a költészet. De ők maguk alkotják egyébként ezeket a verseket? Ők írták, igen. Tehát a 12 legszebb magyar versnek a Slam Poetry átiratai, amelyeket ők maguk írtak. És a harmadik este felé, harmadik programunk, a Szabó Tibor színművésszel lesz. Mi ketten fogunk egy Arany János 40 perces előadást tartani Arany Jánosról. Nem véletlen nyilván, a 200. születésének 200. évfordulója tiszteletére. Ezt a műsort is már előadtuk a Dunántúlon több helyen, Pápán, Szombathelyen, Ősszel, Kőszegen is előadjuk. Tehát olyan 8-10 előadást terveztünk belőle, és hát hála Istennek a karnevál is alkalmat kínál nekünk arra, hogy Arany Jánosról beszéljünk. Azért ezt valószínűleg még kevesen láthatták a szombathelyek közül. Árulj el róla valamit. Ez is egy énekes, verses, összeállítás? Kivel találtunk egymásra, ő tudta, hogy én foglalkozom Arany Jánosról, egy kisebb könyvet is írtam róla, és hát én megtudtam, hogy szívesen mond verseket, és egyszer csak jött oda hozzám, hogy tervezek-e valamit a 200. évfordulóra, mert hogy neki van egy ötlete, hogy egyáltalán tudok-e arról, és valóban egy picit tudtam, de mondjuk azt, hogy szinte semmit, hogy Arany János zeneszerző is volt. És Arany azt mondta, hogy ő megszerezte ezeket a kottákat, és tud 6-8-10 olyan verset elénekelve, amelyet Arany János zenésített meg, köztük saját verseit, de az még érdekesebb annál, hogy egy csomó Petőfi verset, mint például a Tintás üveg című elég közismert verset. Szóval, fennmaradtak ilyen kották ezek szerint, amik kifejezetten Arany János kottázta, ő mint zeneszerző nyilvánul meg, én beszélek Aranyról, Tipke pedig közben énekel 2-3 blokkban. Remélhetőleg sikeres műsor lesz, a középiskolások, ahol előadtuk több helyen, felnőtteknek is szerették meg. Hát Arany Jánost nem csak idén, hanem mindig szeretjük. És így meg még közelebb lehet talán hozni a hallgatósághoz. Hát igazi irodalmi csemegékre lehet számítani, de térjünk vissza újra a művészetek egyéb ágaihoz, mert hogy ti arra is odafigyeltek, hogy sok műfaj találkozzon ebben az utcában. Igen, hát ha a zenéről beszélünk és a zenére gondolunk, idén is lesz a Bartók Béla zeneiskora tanárai, illetve növendékei fellépéseiből, aztán lesz utcaszínház, lesz a Tarisznyások együttesök évek óta visszajáró fellépőink, kicsiknek és nagyoknak, és az utcaszínház mellett
Természetesen olyan koncertet is hallhatunk, ami kicsit később esti előadás. Pénteken például a Művészetek utcája az Ágról-Ágról zenekar előadásával kezdődik. Ők egy kiállítás megnyitó részeként is ott maradnak, és végig. Tehát akkor tulajdonképpen ez lesz a nyitó program? Igen, ez lesz a nyitó program. Tehát elsősorban olyan zenei csemegékre, vagy olyan zenei élményekre lehet számítani, amelyek inkább a gyerekes családokat, vagy azokat érdeklik, akik nem a nagy tömegben érzik igazán jól magukat, ha jól érzékelem. És gyerekprogramok esetleg? Bábszínház, báb előadás, igen, bábszínház és báb előadás lesz a gyerekek számára. Ez valamikor vasárnap délutáni órákban. Persze azt gondolom, hogy érdemes megállni itt minden produkciónál, vagy minden előadásnál, mert hiszen ez egy kicsit a fáradt lábainkat picit elcsendesíti, és megpihenteti itt a Művészetek utcájában. Én azt hiszem, hogy erre nagy szükség van. Igen. Tehát, hogyha az ember egy kicsit a tömegből kikerül, hogy akkor valóban el tudjon mélyedni valamiben, vagy egy kicsit pihenni tudjon. Balázsról tudom, hogy más valamire is készül, ami már nem a Művészetek utcájához kötődik, hanem egy másik helyszínhez. Ezt még meséld el nekünk, kérlek. Igen, az a megtiszteltetésért, hogy a Zsidó udvarban tartatok egy előadást Becher Ivánról, az íróról. Két éve tartottunk ott diákjaimmal Radnótiról, és egészen különleges volt a hangulat. Száznál több ember eljött verőfényes délutánon egy Radnóti előadásra, ez már önmagában megdöbbentett engem. Becher Ivánt pedig nagyon szeretik itt Szombathelyen. Többször elhívtam én magam is, egyetemista társak voltunk, jó barátok. Szerzői beszélgetésre Sikerkönyvtárba, Zsidó udvarba, illetve a Hitközséghez, és volt vagy 3-4 ilyen alkalom, az egyetemen is voltunk vele. Ő olyan tárcákat írt a mai magyar valóságról, olyan valóság darabkákból összerakott történeteket, amelyekből azt hiszem, hogy örökkévalóan tanulhatunk. Az egyik utolsó kötetének például ez a címe, hogy Ököllel a zongorát. Zongoraművész is volt ő maga, meg Becheri Mihály édesapja, tehát ő maga is nagyon jól zongorázott. Hát azt hiszem, ez egy olyan szép szimbolikus cím, hogy ha az ember, ha nagyon dühös, akkor a dühét folytsa zenébe. És hát valamikor a zongorát ököllel kell verni, hogy észrevegyék azt, hogy valami másnak kell történni, másképp kell történni, másképp kell a dolgokhoz, szellemhez, kultúrához viszonyulni, mint ahogy általában szoktunk. Tehát akkor a kortárs irodalom így módon is megjelenik majd a történelmi karneválon. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, remélem, hogy az időjárás is kedvez majd annak, hogy valóban kinn a szabadtéren, fedetlen helyen, a Művészetek utcájában, illetve a Zsidó udvarban is minél többen összejöjjenek. Köszönöm szépen a beharangozót. És köszönjük. Kedves nézőink, ha hiszik, ha nem, van olyan, akinek olyannyira szenvedélye a babák gyűjtése, hogy már csak nem 500 van a birtokában. Ezek közül válogatott, és hozta el a Kámoni Arborétumba. Most önöknek is megmutatjuk. Ez csak a gyűjtemény alig fele, 500 baba közül hozott egy kiállításra valót Szombathelyre Tóth Erika, aki elsősorban hazai, kézzel készített babákat gyűjt. Mindegyik más és más, szerinte például ez az egyik rokonára hasonlít, és általában a látogatók is megtalálják köztük valakinek a hasonmását. Részben ez a tapasztalat ihlette a mostani válogatást. Azért három lelkű baba világa a kiállítás címe, mert minden babának három lelke van. Egyet a készítő tesz bele, egyet a kislány, aki játszik vele, egyet pedig a gyűjtő, aki szereti és babusgatja. Mindenfele megyünk zsibiken, zsibvásárokon, bolhapiacokon gyűjtjük az anyagot, nem csak babát, hanem kelléket is, tehát ami azt jelenti, hogy kis butor, kis pad, kis székek, ágyak, bölcsök, amit el lehet képzelni egy baba tartozéknak. Aki látta a babát vagy nálunk otthon a lakásban, vagy volt már tavaly egy kiállítás, de nem ilyen nagyszabású, ott mindenki megtalálta azt a babát, ami őneki a legjobban tetszik, meg megtalálta azt a babát, aki esetleg a családból valakire hasonlít, felfedezte benne azokat a vonásokat, azokat a mozdulatokat, amik a családtagjára jellemzőek.
A tárlat különlegessége, hogy a babákat egy-egy szituációba helyezték. Teáznak, kártyáznak, vagy éppen kis autóval játszanak az így megelevenedő figurák. Talán ettől kedvet kapnak majd a játékhoz a nézelődő gyermekek is, ezt reméli a játéktársaság elnöke, aki szerint a kislányok már alig babáznak. Nem nagyon játszanak a kislányok babával. Amit hallok éppen a kedves gyűjtőtől, hogy a nyugdíjas generáció jobban gyönyörködik a babakiállításban, mint a kislányok. Valóban nekünk is vannak kiállításaink, hozzánk is az idősek térnek be először, és boldogak vagyunk, hogyha aztán elhozzák az unokákat. És valóban az idős generációnak van egy ilyen összekötő szerepe ehhez a babavilághoz, mert a korábbi időszakban az a legtermészetesebb volt, hogy egy kislány babával játszik, és az nevelte őt föl a női életére. A porcelánbaba kiállításra főként a Vas megyében táborozó diákokat várják a következő hetekben Szombathelyen. Nyáron mindig olyan kiállítást szeretünk rendezni a Kámoni Arborétumban, amivel elsősorban a családokat célozzuk meg, mert hogy a május-júniusi osztálykirándulások és táborozások után elsősorban a szállodákból érkeznek hozzánk a családos vendégek. Ez a tárlat szeptember 24-éig látogatható a Kámoni Arborétum ökoturisztikai látogatóközpontjában. A 30-as, 40-es évek férfi ideája volt, és bizonyára a Szombathelyek előtt sem ismeretlen Jávor Pál színész alakja. Róla lesz szó a következő percekben. Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm Fejsz György főlevéltárost. És azért a vendégünk, mert hogy rábukkant egy nagyon érdekes adalékra, ami arra vonatkozik, hogy van köze Jávor Pálnak Szombathelyhez, holott erről azt hiszem, hogy nem nagyon lehetett korábban tudni. 1936-ban jelent meg egy újságcikk a Szombathelyi Napilapban, hogy a Három Sárkány című színházi előadás második jelenetében, amikor színpadra lépett Jávor Pál, akkor a közönség felállva tapsolni kezdett, de nem a híres színésznek tapsoltak, hanem annak a kis palikának, aki itt érettségizett a szomszédban. És akire talán még emlékeztek akkor ezek szerint. Na most ugye ezt annyira hihetetlenek találtam, hogy megnéztem a Premontrei gimnáziumnak, ugye, ami tényleg akkor még a szomszédban volt, és persze nincsen benne Jávor Pál. De hát ugye, mint minden legendának, vagy mint minden ilyen mendemondának van valami alapja, neki álltam keresni. Na most ugye az ember gyorsan megtalálja a színész lexikonokban, hogy Jávor Pál 1902-ben Aradon született. Tehát de ez nem zárja ki, hogy itt érettségizett. Hát ugye nem, de ugye miután már 19-ben a színművészeti főiskolán járt, tehát kiderül, hogy nem is érettségizett Jávor Pál, vagy legalábbis, szóval, na, tehát az életkorába se fér bele, nem, hiszen igen. Már 17 évesen ugye szökik át Magyarországra, meg közben van a Trianon. De azért ugye nem hagyott békén a dolog, és nagyon gyorsan megtaláltam a polgármesteri hivatalban Jermann Pál illetőségi bizonyítvány iránti kérelmét, ami az ő édesapja volt. Ugye mármint, hogy a levéltárban lehetett erre rábukkanni? Igen, tehát a polgármesteri hivatal a levéltárában? Kiskos polgármester aláírásával volt egy igazolás, hogy idősebb Jermann Pál illetősége az igazolás alatt áll, de ifjabb Jermann Pál egész biztosan Szombathelyi illetőségű. Na ezek után, miután ez 1914-ben van, nem volt nehéz, gyorsan rábukkantam a Szent Márton utcai elemi iskolában a kis Jermann Palikának a másodosztályos. Tehát második, ő Jermann néven született? Tehát Jermann Pál néven született, ugye házasságon kívüli gyermekként, ugye először még Zonnenberger Katalin, vagy Jungberger Pál néven lett anyakönyvezve, de miután a második gyermek is megszületett, akkor a Jermann Pál feleségül vette a mamát, és így aztán a harmadik gyermekhoz vált. Tehát és adoptálta a kisfiúkat. Uh-huh. Most 1907-ben a papa, aki korábban Máv Kalauz volt, és akkor nyugdíjazták, akkor az Országos Gazdasági Egyesület Szombathelyi Takarékpénztárának lett a pénztárnoka, és ide költöztek Szombathelyre. Úgyhogy a gyerek, a Palika, a második elemit már Szombathelyen járta. Na most, ami az igazi érdekes, mikor idáig eljutottam, akkor ezt elmeséltem Gál Józsefnek, hogy mondom, tudod, hogy hol lakott a Jermann család?
a Szombathelyen? Azt mondja, hol? Mondom, a Petőfi utca 33-ba, ahol a Vörös Sándornak az emléktáblája van. És akkor erre azt mondja, tudod, ki építette ezt a házat? Azt mondja, Vukán Györgynek a nagypapája. És kiderült, hogy ez a dolog teljesen stimmel, tehát van egy ház Szombathelyen, amit a Vukán Györgynek az anyai nagyapja épített, Jerman család lakott ott. De akkor ez az az épület, ahol a Pável Ágoston család lakott De igen, ahol Pável Ágoston lakott, és ahol Kosztos diák volt Vörös Sanyika. És hogyha az ember fölmegy az internetre, és beírja, Vukán György Szombathely, akkor fönn van Vukán Györggyel egy beszélgetés, amikor a halála előtt nem sokkal végigjárták Szombathelyt, és ezt elmesél a történetet, hogy ilyen nagyszájú gyerek volt a Vörös Anyika, mert azt mondja, egyik nap azt mondta az Ici néninek, a Pável Ágoston feleségének, hogy ez a leves bizony nem jó sikerült, azt mondja, az Ici néni mondta, hogy ez viszont jó sikerült, és egy hatalmas pofont lehúzott a Sanyira, és azt mondja, megkérdeztem Vörös Anyit, hogy vagy a Sanyi bácsit, azt mondja, amikor a kakukkbarcit forgattuk, hogy emlékszik a pofonaszát, lehet ezt elfelejteni. Na, szóval így jön ez össze. Most onnan átköltöztek a Szélkámán utca 3-ba, és akkor az gyerek átíratták a Fürdő utcába, és végül a Tököli utca 44-ben kötöttek ki, a testvérei már onnan jártak a Rákóczi utcai elemi iskolába, és akkor már a Jerman Pali, későbbi Jávor Pál már a Faludi gimnázium második osztályát, első és második osztályát végezte. Na most, ha azt tudjuk, hogy melyik iskolákba járt, igen, akkor lehet, hogy azt is tudjuk, hogy milyen eredménnyel végezte az iskolát. Hogyne, megvannak a bizonyítványai, hogyne. És mi derül ki mindenből? Hát hogy mondjam, szóval nem volt egy rossz tanuló, a maga viselet az mindig, az egy nagyszájú gyerek volt, és ez visszatérve a legelejére, tehát azért kell az illetőségi bizonyítvány, mert 1914 áprilisában elszökött Bécsbe. Úgy kellett hazahozatni, és az osztrák Ausztriából ugye igazolni kellett, hogy a gyerek, akit Bécsbe találnak de meg. De akkor jól számom 12 évesen? Igen. Tehát ez az ő életrajzában is benne, igen, van, és később aztán az édesanyja is így emlékezik. És hát ugye ez a... Akkor ez az iskolai véleményeket alátámasztja, ez az én nekem is rettenetes szerencsém volt, mondom, ebbe a kutatásban, mert tényleg teljesen véletlenül nem is akartam elhinni először, azt hittem, hogy ez valami hírlapi kacsa. És akkor ráadásul találkoztam közben olyan emberrel, aki a Jerman Pál öcsének a gyerekének volt az osztálytársa, úgyhogy azóta tudom, hogy hol vannak eltemetve a Jerman mama, és az egész család áttelepedett később Magyarországra. Mert a papa azért mennek vissza Aradra, tehát azért ilyen rapid gyorsasággal visszaköltöznek, mert kiderül, hogy az édesapa az idősebb Jerman Pálnak gyomorrákja van, és Aradon meg is halt. Uh-huh. De ami a legérdekesebb, és ami összekült... De Jávor Pál már nem került vissza. Visszakerült, ott fejezi be az iskolákat, és Trianon után úgy szökik át Magyarországra. Ezt az ő az összes élettörténete, ami megjelent vele kapcsolatos interjúkban szerepel. Tehát ő szabályosan átszökik Magyarországra. Tehát ő valamikor a 20-as években visszajön. 1919-ben Magyarországra szökik, és az Uránia mozi előtt, a mai Rákóczi úton, ahol a Színművészeti Főiskola is van, ott valakitől megkérdezi, hogy lehet ide jelentkezni, és az egyik felvételiztető az, hogy gyere ide másnap, csak mondjál valami jó verset, és így kerül be. 17 évesen felveszik őt a színiiskolába, amikor még az a bőröndön kívül, amivel átszökött, semmi másra nincs. Másra nem nagyon van, és különösen érettségi bizonyítvány. Hát az meg végig. Na most már nincs időnk tulajdonképpen, elhasználtuk az időt, de azért röviden utaljunk arra, ugye őneki azért a 20-as, nem, inkább azt mondom, a 30-as, 40-es évek az igazi időszak, amikor ő a fénykorát éli, és az abszolút az első vonalban a magyarországi színészek között, de tragikus az ő sorsa. Igen, hát főleg, tehát ő egy abszolút filmsztár, ugye Amerikában is próbálkozik, tehát ez pont a háborús időszakra esik, de ugye az lesz ott a probléma, hogy elsősorban a háború utáni időben mellőzik őt, akkor mégis kimegy, és akkor próbál a tengeren túli magyarság nál Amerikában próbál magyar színészként megélni, ez nem működik, és amikor hazatelepszik, akkor már súlyos beteg. És itthon halt meg. Ezért aztán a Farkasréti temetőben van a sírja. Most várható-e, hogy bárhol emléktábla, vagy valami a nevének megörökítése
előfordulhat. Hát én ugye én nagyon szeretném, és nem csak én, hanem Arad város vezetősége is szeretne, miután az ott elkészült Magyar Kultúrás Központot Jávorpáról, mint a szülővárosnak, vagy a városnak egy nagy szülőtjéről fogják elnevezni, és ezzel párhuzamosan lenne egy lehetőség arra, hogy Szombathelyen is például a Szavárja mozinak a nagy termét, ugye, ahogy hallottam a terveket. Úgy tudom, hogy a két önkormányzat fel is vette a kapcsolatot, Puskás Tivadar polgármester úr kontaktusban van Bognár Leventével, Arad alpolgármesterével, úgyhogy ha minden kedvezően alakul, akkor ősz folyamán sor fog kerülni. Terveznek egy ilyen Jávor filmhetet, ami kölcsönösen Jávor pár filmeket vetítenének Aradon és Szombathelyen. Hát valami, ezek a tervek, de hát ennek a részleteit... Érdekes, hogy ezek nem veszítenek a varázsukból, tehát vannak filmek, amelyek nem veszítenek. Nagyon szépen köszönöm, hogy mindezt elmondtad nekünk, megosztottad velünk. Természetesen, ha lesznek fejlemények, akkor azon mi is rajta tartjuk a szemünket. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, én. Kedves nézőink, mi pedig most egy következő összeállításban összefoglaljuk önöknek, hogy mi mindenről esett szó az elmúlt héten az 50. Szavárja Urbanisztikai Nyári Egyetemen. A Szavárja Urbanisztikai Nyári Egyetemet 1968-ban hívták életre. Egyedisége abban rejlik, hogy ilyen fél évszázados múltra visszatekintő civil szervezet által szervezett szabad egyetem nincs több az országban, mondta köszöntőjében Puskás Tivadar. A jubileum alkalmából a polgármester elismerő emléklapot adott át a szabad egyetem egyik főszervezőjének, Simon Zoltánnak. A megyeháza ilyenkor az építészek, társadalomtudósok szellemi műhelyévé válik, fogalmazott Majtényi László, majd Heken Aszt János Ibődíjas építészt a Vas megyei közgyűlés elnöki érmével tüntette ki. Bízom benne, hogy a településben, az országban lesz annyi erő, belátás, és mondjam azt, hogy odafigyelés, hogy ezek a nyári egyetemek, igaz, hogy már rendkívüli módon megfogyatkozott létszámmal, de tovább élhessenek. A rendezvény első napján az érdeklődők előadásokat hallhattak a kormányzat törekvéseiről, terveiről a település és építésügy területén. Elkészítettük a 1567-ben 2015-ös kormányhatárlatot, amely már sokkal nagyobb fontossággal 53 pontban tételesen veszi végig az építésügyben. Itt is csak az első körben megváltoztatandó ügyeket. Szó esett továbbá az arculati kézikönyvről, amelyet minden önkormányzatnak még idén el kell készíteni a saját településére vonatkozóan. Ez egyebek mellett a településképet meghatározó jellemzőket és elvárásokat foglalja össze. Kedden délelőtt a Martineumban folytatódott az Urbanisztikai Nyári Egyetem előadás sorozata. Az első között Huszár Gábor polgármester arról beszélt, hogyan tudta megváltoztatni az 1990-es évek elején az egyik németországi gyáróriás leányvállalata Szent Gotthárd arculatát, és hogyan befolyásolta az emberek szemléletét. A célok most is ugyanazok, mint a rendszerváltás idején, azaz a beáramló munkaerő megtartása, letelepítése, valamint a turisztikai vonzerő növelése. 2010-11 a Flexjárnak a bejelentése és az építése, az Orbán kormány hatatos támogatásai, munkahelyteremtő program és az autóipar magyarországi fellendítése, és ez déjà vu, tulajdonképpen most érezzük azt, amit a 90-es évek elején az akkori városvezetők éreztek, hiszen ugyanúgy kellenek a lakások, ugyanúgy kell az infrastruktúra. A négynapos rendezvényre határon túliak is érkeztek, többek között Kolozsvárról is, ahol jelenleg versenyhelyzet áll fenn a különböző egyesületek, egyházak infrastruktúrájának felújításában. Gyakorlatilag egy olyan város keresi önmagát, ahol az a konstans 60 ezer magyarság most már csak 18%-ot jelent, de hál' Istennek megmutathatja kultúráját a többség előtt. Szerdán a történeti épületek városrészek felújításának és a jelenkori energiatudatos építkezésnek a kapcsolatáról volt szó a Szabad Egyetemen. Dévényi Tamás olyan jelentős projektek kivitelezésében vett részt a közelmúltban, mint a 4-es metró Rákóczi téri megállójának kialakítása, valamint a Várkert bazár és a Sándor palota belső építészeti munkálatai. Témájának központi kérdése, mit kellene tenni ahhoz, hogy a műemléki törvényt komolyan vegyék.
Szerinte nem a jogszabályokkal van gond, hanem azok értelmezésével. Vannak jó és rossz példák, sok esetben nagyon komolyan átépítenek műemlékeket, és gyakorlatilag el is tűnik a műemlék a sok-sok új mögött. És ez az új lehet nagyon modern is, és lehet régies, mondjuk stílusban tervezés. Nem gondolnám, hogy az például jó módszer lenne, mert hogy összetéveszthető lesz a múlt és a éppeni jelen. Az épített örökségek felújítása azért nehéz feladat, mert a védett műemléki értékeket jellegük megváltoztatása nélkül kell helyreállítani. A korábbi századok és a jelen építészeti szempontjait pedig nem mindig egyszerű összeegyeztetni. Jól halad az országban összesen 39 épületet érintő nemzeti kastély és várprogram, ezt már a program végrehajtásáért felelős miniszteri biztos mondta. Az épületek mintegy felénél már a megalapozó restaurátori, régészeti és falszövetkutatásoknál tartanak, a levéltári feldolgozás is megtörtént, és az építés története is elkészült szinte minden épületnek. Körmenden már az építészeti engedélyezési tervek készítése folyamatban van, elindult magának a fejlesztésnek a pályázati része, megkötésre kötött támogatási szerződés, és a kiállításrendezési folyamatok is elkezdődnek a közeljövőben, valamint minden olyan tevékenység, amely egy kastélyfelújítással együtt jár. Az a cél, hogy a Nemzeti Kastélyprogram és a Nemzeti Várprogram eredményeként a műemlékekből egységes, Európában egyedülállóan jól értékesíthető turisztikai termékcsomag legyen. A program keretében 20 kastély és 19 vár újul meg a következő években, mintegy 55 milliárd forint értékben. Az Urbanisztikai Nyári Egyetem utolsó napján Csaba Dersz tartott előadást a Pécs 2010 Európa Kulturális Fővárosa tapasztalatairól. Kitért többek között arra is, hogy a pályázat lehetőséget adott egy új modell kidolgozására az épített örökségek védelmének érdekében. 2010-et követően az óriási költségvetésből megvalósuló épületek, intézmények kihasználtságáról azonban negatív híreket lehetett hallani. Vannak olyan intézmények, amik nagyon jó kihasználtsággal működnek, a Kodály Központ például kiválóan működik. Nyilvánvalóan ez egy nehéz dilemma, tehát nehéz megmondani azt, hogy egy ekkora kulturális infrastruktúrális fejlesztés a későbbiek során mekkora tényleges fejlesztést tud generálni. Kulturális alapokon nyugvó hosszú távú városfejlesztési lehetőséget lát a szombathelyi városvezetés az Európa Kulturális Fővárosa 2023 című pályázatban. Kocka Tibor alpolgármester szerint Szombathely akkor is nyertese lesz a pályázatnak, ha a zsűri nem a 2000 éves múlttal rendelkező várost választja Európa soron következő magyar kulturális fővárosának, hiszen már meg lesz az az elképzelés, hogy az emberek milyen Szombathelyt akarnak maguknak a következő évtizedekben. A jubiláló nyári egyetem múltjáról kiállítást rendeztek a Martineum falai között. Viktor Antal 1974-től vállalt fontos szerepet az egyetem életében. Szombathely méltán lehet büszke is Vas megye, hogy az urbanizáció témában országosan első helyen először kéthetes, aztán tíznapos, jelenleg egyhetes kurzusoknak házigazdája. Nagyon-nagyon fontos nemzetközi tekintélyű urbanistákat hoz ide ez a program Szombathelyre, akik nagyon sok praktikus hasznot, tanácsot is adnak az itteni politikusoknak, szakmabélieknek. Az urbanisták 50 éves nyári szellemi műhelyének programszervezésében Porcsi Tamás immár 37 éve vesz részt. Leginkább ami megmaradt bennem, azok, és ezt szívesen is csináltam, a kirándulások, amikor végig telik a hét, és végig hallgatjuk az előadásokat, utána mint egy összefoglaló, egy szakmai kirándulást teszünk, és ott a hallottak tapasztalatait próbáljuk felhasználni arra, hogy helyben, in situ megnézzük, hogy hogyan is működnek ezek a dolgok. Az idei Urbanisztikai Nyári Egyetem július 21-én Szent Gotthárdi tervező tábori tanulmány úttal zárta kapuit. Az Urbanisztikai Egyetem résztvevői az építész legenda Zalotai Elemér munkásságával is megismerkedtek. Tehették ezt itt Szombathelyen azért, mert Zalotai Elemérnek van egy legendás épülete, mégpedig a csillagvizsgáló udvarán látható Sputnik megfigyelő állomás. Zalotai Elemér tevékenységét egyébként, miután világhírűvé vált, sokan a legnagyobb építészekéhez hasonlítják, annak ellenére,
hogy nagyon kevés megvalósult épülete van, és ezek mind itt Vas megyében láthatók. Évközben is gyakran keresik fel hazai és külföldi építészek a zalotai elemér tervei alapján 1968-ban épült Sputnik megfigyelő állomást a Gotthard Obszervatórium udvarán. A szokatlan formájú beton épületet az Urbanisztikai Egyetem résztvevőinek többsége is most látta először. Van egy olyan épületünk, aminek a fala az egy félméteres betonszerkezet, tehát az iszonyat mennyiségű hőt meg tud tartani. Az állandó klíma az egyik fő erénye az épületnek, hiszen így a 2011-ben beszerelt spektográffal összekapcsolt távcső is pontos mérésekre képes. A létesítmény igazi különlegessége azonban a sajátos tömegformálás. A megfigyelő állomás a földön álló betondobozban helyezkedik el, amelyet két T-alakú vasbeton tartó ölel. Az egyik tartón fekvő öntött beton folyosón, illetve az ehhez kapcsolódó kis lépcsőn lehet feljutni a felső szintre, a mozgatható tető kapcsoló szekrényéhez. Az összetett formájú épület teljes egészében öntött betonból készült, ami már önmagában is szokatlan volt a korban a kivitelezés nehézségei miatt. Az építészek úgy vélik, zalotai a funkcióhoz kifejezetten kreatív és előremutató megoldást kínált. Itt a jövőbe mutató dolgokkal foglalkozunk, Sputnikokat figyelünk, meg csillagokat, és ahhoz egy modern forma dukál, miközben ki is szolgálja ezt a funkciót szerintem. Milyen apró trükkök vannak, hogy egy lépcsőt csinálok a szabadban, és nem középen támasztom alá, minden lépcsőfok konzolos, ez egy trükk, és megmutatja azt, hogy az építészet is tud olyan trükköket, mint az űrhajósok ott fönt az égben. Kicsit erős a hasonlat, de valami ilyesmit. A ma már 85 éves, Svájcban élő építész legenda 1965 és 71 között a vasi tervnél dolgozott. A mai napig csak Vas megyében vannak megvalósult épületei. Ezeket fényképeken mutatták be a Kámoni Arborétumban rendezett kamarakiállításon. Alkotásai főleg papíron maradtak fenn, így annak a másfél kilométeres szalagháznak a terve is, amely miatt sokan őrültnek titulálták. Szerkezeti újításai a döntéshozók körében süket fülekre találtak, elképzeléseit nem tudta elfogadtatni. Ez nem csak egy lakás vonulat volt, hanem ennek egy nagyon finoman, részletekbe menően megtervezett, és ebbe az épület komplexumba beleintegrált kiszolgáló épületei, szolgáltató, szórakoztató, ellátó, bölcsőde, mindenféle intézményei benne voltak. És hát az benne a hihetetlen különleges, hogy ha megnézik a rajzait, a szombathelyiek, amit nagyon ajánlok, ezek olyan rajzok, hogy szinte folytak ki a kezéből. Lehet látni, hogy a gondolat az egyszerűen teljesen komplexen jelent meg az ő rajzaiban, az egész nagy léptékű összefüggésektől, az apró csomópontokig, hogy hogyan van statikailag megoldva egy közbenső pillérhez való csatlakozás. Tehát a legnagyobb korabeli építészekhez mérhetően nagy modellekben gondolkozott. A mai építész generációknak ezt nagyon jó lenne, ha megismernék, mert hiszen az építészeti gondolkodásnak olyan rejtelmei, olyan mélységei és olyan, hogy mondjam, eredményei vannak benne, amiből nagyon sokat lehet tanulni. Kedves nézőink, ennyi fért a mai műhelybe. További kellemes estét kívánok, viszontlátásra! A műsorvezetőt a Jeans Store öltöztette.